Egy hónap sem múlhat el a szabadkai városi képviselőtestület ülésezése nélkül. Holnap tartja rendes augusztusi szám szerint a 38. ülését a szabadkai városi képviselőtestület, amelynek napirendjén összesen 41 pont szerepel. A legfontosabb pontokra vonatkozóan szeretném néhány mondatban összefoglalni, hogy miről lesz szó. Egyrészt megvitatjuk a város költségvetésének a megvalósulásáról szóló jelentést. Ez a jelentés az év első 6 hónapjára vonatkozik. A megvalósulás foka 49,23%-os, tehát 49,23%-ban valósult meg a költségvetés az idei év első 6 hónapjában. Ezt ha beszorozzuk 2-vel, akkor ez azt eredményezi, hogy az év végén közel 99%-os lehet a költségvetés megvalósulása. Azt gondolom, hogy ezt mindenképpen ideálisnak nevezhetjük. Szeretném megköszönni ezúttal is a polgároknak, hogy fizetik a vagyonadót, illetve a gazdasági társaságoknak, hogy Szabadkán nyitják a munkahelyeket, ugyanis a fizetésekből befolyt adók, illetve a vagyonadóból befolyt bevétel teszi azt lehetővé, hogy a város, a városi intézmények, a városi közvállalatok működni tudjanak, és mindenképpen köszönet illeti azokat, akik ezeket az adókat befizetik a város költségvetésébe. 21%-kal magasabb a költségvetés megvalósulása ennek az évnek az első felében, mint a tavalyi év első felében volt. Ez is egy pozitív adat, és az is pozitív, hogy ebben az évben, illetve az év első fél évében jelentős mértékben megnövekedett a tartományi transfereszközöknek a mértéke. Ez azt jelenti, hogy különböző projektumok megvalósítására pályázott sikeresen a város a tartománynál. Ezen kívül elfogadjuk a közvállalatok programja megvalósulásáról szóló jelentést, illetve a nyereségük elosztására vonatkozó határozatokat. Szabadka város területén 14 közvállalat működik, a 14-ből 13 működött nyereséggel. A közvállalatok feladata nem az, hogy nyereséget termeljenek, hiszen nem magánvállalkozásokról van szó, hanem az, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsanak a polgárok számára, amelyeket vagy amilyet ők megérdemelnek. Ennek ellenére nagyon jó hír az, hogy a 14-ből 13 közvállalat nyereséggel működött a tavalyi évben. Ebből 47,4 millió dinár bevételre tesz szert a város, és az ebből megvalósuló bevételből, az adókból megvalósuló bevételből a város olyan intézkedéseket tud hozni, amelyek a polgárok szempontjából pozitívak és fontosak. Ilyen például az óvodai ellátás ingyenessé tétele szeptember 1-től, tehát szeptember 1-től a holnapi VKT döntés alapján ingyenessé válik a Nasa Radost iskoláskor előtti intézmény objektumaiban az óvodai ellátás. Ezen kívül a magánobjektumokban is, vagy a magánalapítású objektumokban is 10.000 dinár értékig gyermekenként, amelybe beletartozik a Vackor iskoláskor előtti intézmény is, amelynek az alapítója a Magyar Nemzeti Tanács, tehát a Vackorba járó gyerekek is ingyenesen fognak óvodai ellátásban részesülni szeptember 1-től, hiszen a város átvállalja ezeket a terheket.